Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Reháker Andrea vagyok, és nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki támogatja a tevékenységünket így a csatornával, meg a Deep Stage klubokkal kapcsolatosan. Köszönjük a kommenteket, azt, hogy megosztják a videókat. Hálás vagyok azoknak is, akik eljönnek a rendezvényeinkre, és nagyon jó ötleteink vannak a jövőt illetően is. Ha szeretnének részt venni a Deep Stage klubokon, akkor itt a videó alatt van egy link, ahol megadhatják nekem az elérhetőségüket, és akkor fogom Önöket tájékoztatni minden fejleményről. Természetesen ezeket az e-mail címeket nem fogjuk semmi másra felhasználni, és remélem, hogy minden hónapban egyszer legalább tudunk egy ilyen Deep Stage klubot megtartani. Még kiforja magát, hogy hol, meg szeretnénk bevezetni ezt a kávéházi jelleget, szóval ez még eléggé kísérleti stádiumban van, de örülünk neki, hogy így is nagy az érdeklődés. A mostani nap hírében nem annyira nap híre az, amiről beszélni szeretnék, hanem inkább egy tendencia vagy egy folyamat, ami ránk is hatással lehet annak ellenére, hogy ez egy amerikai esemény. És alapvetően nem kéne, hogy érdekeljen bennünket, ugyanis az, hogy ki Chicago polgármestere, az, ami számunkra igen-igen kevés relevanciával rendelkezik. Beszéltünk már többször erről, meg hallották a különböző híradásokban, hogy egy eléggé kemény vonalas szélső baloldali polgármestere volt az elmúlt időszakban Chicagónak, Lori Lightfoot, ugye, aki egy ilyen, hát 60 körüli fekete bőrű hölgy, aki meglehetősen szélső baloldali nézeteket vallott. Ugye hallottunk a COVID kötelező oltás bevezetésről, hogy ugye mindenkit bezártak 5 év fölött, akinek nem volt igazolása róla, hogy be van oltva. Ráadásul ugye nagyon keményen fel is lépett a polgármester, tehát mindenhol azt lehetett hallani, amikor ezt bevezették, börtönbe fognak küldeni mindenkit, aki nem oltatja be magát. Ez már önmagában mutatja a szélső baloldalnak az egyik fő sajátosságát, de a másik az megint csak nagyon érdekes, ami miatt ugye most elveszítette a polgármester jelöltségért folytatott versenyt. Ez pedig az, hogy el kell venni a forrásokat a rendőrségtől, mert hogy a polgárok majd saját maguk fogják kialakítani a saját védelmüket, és ennek köszönhetően ugye Chicagóban az elmúlt időszakban ilyen 100%-os növekedést értek el különböző bűnügy típusokban, tehát az erőszakos bűncselekményeknek a száma az exponenciálisan megnőtt azóta, hogy Lori Lightfoot volt Chicagónak a polgármestere. Ugye most, hogy az április 5-én megtartandó választásokra elindult a jelölt keresés, és Lori Lightfoot elég jelentősen nagyot veszített a két ugyancsak ellentmondásos jelölttel szemben, akik valószínűleg majd indulnak április 5-én, vagyis most már közöttük fog eldőlni, hogy ki fog indulni. És Lori Lightfoot lemaradt erről a hajóról. Tehát ők is meglehetősen ellentmondásos jelöltek, de így, hogy ez kiderült, hogy Lori Lightfoot már nem indul, a jelenlegi rendőrfőnök bejelentette, hogy már március 16-ával hatályba lép a lemondása, és ő is eltűnik a süllyesztőben, így most ezt én zárójelbe teszem hozzá. Ugye miért érdekes ez nekünk itt? Igazából Magyarország szempontjából tök mindegy, hogy ki a chicagói polgármester, viszont szerintem ez egy erős korkép arról, hogy a szélső bal, a mérsékelt baloldal, és aztán a választók viszonya az hogyan tud egyébként egy ilyen eszkalációba, egy ilyen szélsőségbe átmenni. És azért érdekes szerintem, mert a mi baloldalunkat is ugyanezek az erők pénzelik, mint akik ezt a szélső baloldali ideológiát pénzelik az Egyesült Államokban. És bár nálunk ez még egyáltalán nem ennyire szalonképes, mint Amerikában, azért lehet látni, hogy itt is ugyanazokat a vonalakat képviselik sok szempontból a magyar baloldalnak a képviselői, mint Amerikában a baloldali politikusok. Hogyha csak megnézzük azt, hogy az Antifával kapcsolatos intézkedések, meg hogy miket mondtak a baloldali politikusok erről, meg ugye Karácsony Gergely mit mondott erről, azt már mutatja, hogy az igen-igen durván szélső baloldali ideológia is ki van mosdatva, vagy legalábbis ki lesz mosdatva. És ugye Lori Lightfoot pontosan ez a COVID policy mutatja, hogy mennyire durván szélsőséges volt egyébként, meg még ő mindig az, csak most már hála Istennek nem lesz polgármester. Meg hát a rendőrségtől elvenni a forrást egy olyan helyzetben, ahol egyébként létkérdés, hogy beavatkozzon a rendőrség, meg hogy tényleg működni tudjon.
ez is egy őrület, és ugye ennyire hatása alá tudja vonni az ideológia politikusokat, és ezek az emberek, ezek elhiszik, hogy ez jó, annak ellenére, hogy minden egyes objektív kritérium, meg tapasztalat, az mind azt mutatja, hogy ezt nagyon-nagyon sürgősen abba kellene hagyni, mert hogy katasztrófa lesz a vége. És ugye látjuk már most, hogy a chicagói polgárok is nemet mondanak erre a vonalra, viszont ettől függetlenül ott van két jelölt, akik közül az egyik az ugyanezt a fajta politikát képviseli, mint Lightfoot, csak hát már nyilván nem Lightfoot, ez kb. Olyan lehet, mint amikor Obama helyett azt állították, hogy Trump azért nyert, mert hogy egy majom is nyert volna, bárki, csak ne Obama. Én azért ezt úgy gondolom, hogy ha nem változtatják meg a gondolkodás módjukat ezzel a rendőrséggel kapcsolatos kérdésben, akkor valószínű, hogy a színes bőrűek helyett majd a fehér jelölt fog nyerni, aki az oktatásért felelt a polgármesteri hivatalban. És ő például a klasszikus vonalat képviseli a demokrata irányon belül is. És hát az a lényeg szerintem a mi szempontunkból, hogy az, ha valahol egy szélsőség elszabadul, az soha nem tud jól végződni. Itt is ugye láttuk, amikor a Black Lives Matter elindult, a George Floyd gyilkosság, vagy a George Floyd ügy nyomán, akkor indult el ez az őrület, hogy akkor bizonyos kerületekből vonuljon ki a rendőrség, és akkor ott majd a polgárok megszervezik maguknak, hogy megvédjék magukat. Hát ezekben a kerületekben, ahol nét a rendőrség teljesen kivonult, ezekben szabadult el a pokol lényegében. Hát egyértelműen látszik, hogy nem véletlen az, hogy van rendőrség, és szükség is van rá. De ettől függetlenül ezt az ideológiát nem tudták elengedni ezek a szélsőséges politikusok. És abban az értelemben kell nekünk erre nagyon-nagyon odafigyelni, mert hogyha ez a fajta támogatás a mi baloldalunk mögé is beáll, akkor úgy tűnik, hogy ugyanez várható nálunk is, hasonlóan radikális szélsőbalos gondolatmenetek fognak majd beindulni. Ugye az LMBTQ témában már most látjuk, ugye Dobrev Klára nagyon régóta harcos támogatója annak, hogy már a bölcsödéktől kezdve érzékenyíteni kellene a gyerekeket, annak ellenére, hogy neki is van gyereke. Alapvetően, akinek van gyereke, annak az az első, hogy a gyereke jól legyen, és az, hogy például ilyen csúnya nőknek öltözött férfiak ijesztgessék a gyereket az óvodába, az szerintem egyáltalán nem egy pozitív dolog, és nem is értem, hogy miért kell ezt azért propagálni, hogy ezeknek a férfiaknak meglegyen az, amit akarnak. Tehát a gyerek az sokkal fontosabb ebben az értelemben, mint ezeknek a férfiaknak az akarata, ennek a politikai iránynak az akarata, amit most, ha ezt engedjük, ezt a politikai irányt teret nyerni, akkor hasonló szélsőségekbe tudnak elmenni. És nagyon nagy kérdés, ugye a republikánus jelöltekről még nincsen szó itt az amerikai nagyvalóságban, hanem egyelőre most még csak arról megy a diskurzus, hogy ki legyen a demokrata polgármester jelölt, és hát itt is nagyon érdekes, hogy a demokraták között a kemény vonal marad-e, vagy pedig egy mérsékeltebb, kicsit ilyen középre húzó szociáldemokrata irány fog-e teret nyerni, mert szerintem annak van esélye arra, hogy győzzön. És ugye itt jön be egy ilyen nagyon fura dolog. Tegnap a Twitteren láttunk egy felvételt arról, hogy fiatalok, akik ugye történelemszakos hallgatók, kérdezgetik az amerikai utcán a fekete közvéleményt, a feketéket, hogy vajon tudják-e, ki törölte el a rabszolgaságot, melyik párt, Abraham Lincoln melyik párthoz tartozott, és hogy kik voltak azok, akik egyébként lehetővé tették az emancipációt, és így tovább, és ugye persze meg vannak győződve ezek az emberek arról, hogy ezt mind a demokrata párt tette. Na most az a helyzet, hogy ez nem igaz, és erről nem tudnak az emberek, hogy nem a demokrata párt volt az, amelyik a feketéket egyébként helyzetbe hozta, hanem pont a republikánus. És ugye összekeverik a déli republikánusokat, akik egyébként nagyon nagy erővel ellenálltak a feketék emancipációjának, azzal az általános gondolattal, amit a republikánus párt egyébként a feketék felé megfogalmaz, és ugye a feketék között nagyon sok a hívő, ami azt jelenti, hogy nekik alapvetően konzervatívnak kellene lenniük. Szóval, hogyha engedjük teret nyerni ezt az ideológiát, akkor nagyon-nagyon könnyen bekavarja az embernek az alap meggyőződését is,
És hogyha megtéveszti az embereket, akkor utána viszont ezek a szélsőségek várhatók a működésükből, mint amit a Lori Lightfootnál is meg lehetett figyelni, hogy ő úgy gondolta, hogy neki igaza van, és akkor mindenki, aki ellenállt, meg aki nem volt hajlandó erre, az menjen a börtönbe. Meg természetesen az, hogy ő nem lett jelölt, az is azért van, mert hogy ő nő és fekete, holott őt polgármesteré választották. Szóval, hogyha utálnák a nőket meg a feketéket a chicagói polgárok, akkor ő sose lett volna ott polgármester. De ugye most, mivel kudarcot vallott, ahelyett, hogy bevallaná, hogy egyébként kudarcot vallott, most ez egy ilyen ideológiai irányba fog elmenni, tehát nem vallja be, hogy egyébként rossz volt a politika, hanem arra fogja, hogy őt diszkriminálják nemi és faji alapon. De közben ez egy abszurdum, maguk a tények cáfolják ezt, ez csak arra jó, hogy soha ne kelljen azzal szembenézni, hogy szétromboltunk valamit, ami egyébként korábban előttünk kiválóan működött. Érdemes erre odafigyelni, mert ez a fajta ideológia, ez sajnos nálunk is kezd egyre erősebben teret nyerni a belpolitikában is, és hát jó lenne, hogyha nem jutnánk el ide, mint amit Chicago kénytelen most átélni, és nagyon remélem, hogy április 5-én választanak egy olyan polgármestert, aki még vissza tudja fordítani ezeket a folyamatokat. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, holnap jövök a nap hírével újra, vigyázzanak magukra, legyen nagyon szép napjuk a viszonthallásra.